Sokan vágyunk a falusi idillre, az önfenntartói létre, hogy kiszakadjunk a rendszerből, és messze legyünk a stresszes városi hétköznapoktól, a megannyi megfeleléstől, elvárástól, a hajtástól. Vonz minket a vidék nyugalma, az, hogy a természettel összhangban termeljük meg mindazt, amire szükségünk lehet, és saját ritmusunk, igényeink szerint alternatív pénzkeresési lehetőségekkel biztosítsuk jólétünket. Ez mind nagyon szépen hangzik, de a rózsaszín felhőket elhessegetve, vajon mennyi áldozatba is kerül mindez? Két év pandémia után számottevően megugrott azok száma, akik váltottak. De mindenkinek való lenne ez a váltás? Erről lesz szó a következő percekben Köllő Melindával és Pocsai Zsolttal, akik sok-sok éves életmódváltási tapasztalataikról fognak mesélni őszintén. Nagy szeretettel köszöntelek, Meli és Zsolt. Szeretettel köszöntöm a nézőket. És hát kezdésképpen mindenféleképpen egy picit meséljetek magatokról, illetve arról, hogy hány éve is történt nálatok, úgymond ez az életmódváltás, és mi minden vezetett rá arra, hogy akár ezt meglépjétek. Előtte hogyan éltetek, és utána hogyan éltetek? Éltek. Igen, elég nehézkes egy éles határvonalat húzni, nem nagyon tudom én azt így definiálni, hogy fix 7 éve vagy 8 éve, tulajdonképpen 14 éve élünk kertes házban, mondjuk, hogyha határkövet akarunk tekinteni, akkor ez lenne az az időpont, ami valóban egy ilyen drasztikusabb váltásnak tűnhet az életünkben, de el kell mondjuk azt, hogy úgymond elejétől fogva készültünk erre a dologra. Mi több házban is olyan körülmények között laktunk, hogy volt kertünk, földszinten laktunk, és a hát közös kertet azt a hagyomány szerint a földszint lakó művelte. Tehát mi ezt úgy gondolom, hogy nagyon régóta készültünk rá, nem lehet egy nagyon éles váltást meghatározni az életünkbe, de mindenképpen az, hogy kertesházba költöztünk, sokkal másabb körülményeket teremtett, sokkal több lehetőséget biztosított arra, hogy a most köztájon forgó ilyen klasszikus életmódváltásról beszéljünk. Ugye megtermelünk magunk számára egy csomó dolgot, szabadabban éljük az életünket, sokkal több gyakorlati példát tudunk a gyerekeink számára bemutatni. Úgy gondolom, hogy ez így kellene törekedjen mindenki. Akkor is, hogyha nem feltétlenül kertes házba költözik, tehát nem feltétlenül a helyszín kellene ezt meghatározza, ezt a dolgot. Egyébként mi volt a legnehezebb ebben a váltásban? Tehát már ahogy te is mondtad, valamelyes már agyban, fejben már készültetek rá, már szívben, lélekben is már valahol ott voltatok, még mielőtt kiköltöztetek volna. Mi volt a legnehezebb, mi a legszebb ebben a folyamatban? Mi mindennel kell ilyenkor szembesülni? Az, hogy mi volt a legnehezebb, azt nem is nagyon tudnám megmondani. Az, hogy mi szép benne, az a mindennapok, tehát minden szép. A nehézségek az, hogy a fizikai távolság, tehát akkor is, hogyha csak egy 12 kilométeres távolságról beszélünk, ugye mindketten az elején még a városban dolgoztunk klasszikusnak vagy hagyományosnak mondható munkahelyen. A gyerekek iskolába, óvodába, melyik hol. Mai napig is. Tehát mai napig. Tehát ez egy... De hogy ez a klasszikus munkahely, akkor már ilyen értelemben már ez is változott. Így van, így van. Tehát ő neki 7 éve, tehát a férjem 7 éve, hogy nem dolgozik klasszikus munkahelyen, én még csak szűk 2. Igen, tehát egyelőre a távolság, és ami nehézségnek tekinthető általános nézetben az egészben, az a magának a társadalomnak a szövete. Tehát nagyon nehéz, mert még nem sok ember fejében indultak el a változásra sarkalló ötletek és gondolatok. Ezért mindenki, aki egy kicsit az önellátásra rendezkedik be, az egy kicsit szigetként működik, ami még nem jó. Tehát
Tehát, hogy még nem működik megfelelőképpen? Nem tud megfelelőképpen működni, mert... Tehát, hogy több ilyen kis szigetre lenne szükség ahhoz, hogy... Igen, sejtszintű, és ezek a sejtek meg fizikailag eléggé elhatároltak, tehát, hogyha már 20 kilométerre van, az feltételezi azt, hogy egy autót kell fenntartani, utazni kell, akkor, ha utazunk, nyilvánvaló, hogy otthon nem csinálja senki a dolgunkat. Persze nagyon jó együtt lenni másokkal, eszmét cserélni, stb., de feltételezi azt, hogy egy csomó minden elmarad. Elmarad, tehát, hogy akkor így módon ilyen fajta lemondásokkal is jár. Igen. Hát az főleg az állattartás, mert tehát a kötött állat áltat, tehát ott kell vele lenni, reggel enni kell adni, nyári időszakban délben vizet kell neki tölteni, rá kell figyelni, naponta többször ránézni, mert előfordul az, hogy napközben elpusztul közülük egy, vagy több történik bármi, és az mindig ott kell lenni, résen kell lenni, tehát az ilyen nyaralós történeteket elég nehéz lemenedzselni. Tehát úgy, ahogy mondtad, Zsolt, te is, tehát van autó, tehát ugye ezek, mivel a távolságot meg kell oldani, tehát ezek mind azt jelentik, hogy azért nem lehet teljes mértékben kiszakadni, elszakadni abszolút ettől a rendszertől, tehát az a fajta váltás nálatok megtörtént, amit olyannyira sokan óhajtanak, hogy nem jár be napi 8-12 órázig, nem ez a stressz, nem, jaj, én is akarok ettől szabadulni, hogy lehet ezt csinálni, mit kell csinálni ehhez, tehát nem lehet akkor természetesen, a tapasztalat azt mutatja, a rendszerből kiszállni. Igen, az a helyzet, hogy nem is vagyok abban biztos, hogy van több rendszer, tehát van a mi rendszerünk, meg van a mások rendszere. Én szerintem egy azon rendszerbe nevezünk mindannyian. Amit én kiemelnék, az a tudatosság. Tehát amire mi törekszünk, az, hogy tudatosan végezzük azt, amit mi végzünk. Erre próbáljuk rátanítani a következő generációt is. Legyenek jelen abban, amit csinálnak, és elszakadni teljes mértékben az úgymond klasszikus formáktól nem lehet, hiszen nálunk is van szolgáltatás, áram, gáz, víz, ezeknek az ellenértékét, szemétszállítás, ezeknek az ellenértékét mi is adók. Ki kell fizessük. Adók. Tehát abszolút annyira pénzközpontú, pénzalapú. Persze. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kialakult egy olyan helyzet, hogy távolsági munkát tudok végezni. Most már több mint 7 éve otthonról végzek a szakmámban gyógyszerészként munkát. Ez úgymond megalapozza a létünknek az anyagi formáját, és tehát ezen kívül szükségleteket, és ezen felül pedig lenn meg valóban nagyon sok mindent előállítunk magunk számára, ezek úgymond pénzt nem fogyasztanak, sőt alkalomattán még hozhatnak is. Én meg közben akár mondom is, hogy láthatunk képeket, tehát, hogy valóban küldtetek meg annyi képet, ahol láthatjuk, hogy mi mindennel is foglalkoztok, kenyérsütéstől elkezdve, kerámia, gyógynövénygyűjtés, tehát valóban szép kertetek van, ez rengeteg munka. Az, aki vágyik erre a falusi idillre, erre a csendre, mit tudtok mondani ennyi év tapasztalatából, hogy mi mindenre készüljön fel, hogyan váltson? Ez a mézes madzag, ez a rózsaszín felhő, amiről én is beszéltem. Hát azt azért tudni kell, hogy akinek van úgymond előképzettsége, annak sokkal könnyebb. És mi mindketten olyan családból jövünk, ahol nem volt ez idegen. Tehát mindkét családnak a szülei a 8 órás munka mellett a mezőgazdasággal is foglalkoztak. Nálunk a nagy állattartás is benne volt a pakliban, Zsoltéknál inkább a zöldségtermesztésre fókuszáltak, és akkor ez a két külön világ találkozott, és akkor így egész jól tudtunk együttműködni ebben. Akinek nincs előképzettsége ebben, azt is meg lehet oldani, nem igaz, hogy nem, de nagyon nagy munkával, lemondással és hatalmas alázattal. Ha azt mondom, hogy ebben a folyamatban
mi a legszebb, mi a legnehezebb, akkor itt, ugye említettétek, gyerekeitek vannak, ha jól tudom, 3 szép gyerek. Hogyan látjátok az ő fejlődésüket, hogy hogyan hat rájuk? Tovább fogják ezt vinni? Nyilvánvalóan ez az emlékezetükbe beülepedik. Lehet, hogy nem a felnőtté válásuk kezdetén fognak fejest ugrani ebbe az életmódba, de arra gondolok én, hogy megkaptak minden alapot ahhoz, hogyha akár kényszerűségből, akár szabad választásból ilyen irányba fognak elhajlani, akkor fognak boldogulni. Én is nagyon sok mindent úgy veszek elő az emlékeimből, hogy én aktívan nem vettem részt benne, csak láttam a szüleimtől, esetleg szomszédoktól, rokonoktól, és ezek a tudások nagyon fontosak. Úgy gondolom, hogy ebben a rendkívül ingergazdag mai világban ennél többet nagyon nem tudunk tenni, hiszen kényszeríthetnénk, de nem hiszem, hogy ez egy pozitív eredményt hozna. Majd mindegyik eldönti, én hiszek abban, hogy elég értelmesek lesznek ahhoz, hogy jó döntéseket hozzanak. És egy utolsó gondolatként fogalmaznátok meg, nagyon érintetted, Melita, is azt, hogy mi mindenre kell ugye felkészüljön, és hogy lemondásokkal jár mindaz, aki váltani akar, és szó esett arról, hogy azért nem lehet teljes mértékben eltávolodni, hiszen ezek már úgy mondjuk luxus feltételek, ugye, hogy áram van, víz van bevezetve, abszolút, és a többi. Tehát mindaz, amit azért dédanyáink nem ismertek, valóban, vagy lehetőségünk lehetne, hogy mi azt az életstílust folytassuk, vagy átvegyük, vagy ez már azért kizárt, mert hogy ezek kellenek nekünk? Nem tudom, hogy a világ többi részén ezt hogyan lehetne megoldani, de az én közvetlen környezetemben, vagy szűk környezetemben úgy gondolom, hogy erre a válasz az, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy sem fizikailag nem vagyunk erre készen, sem szellemileg, sem lelkileg. Tehát ez egy annyira bonyolult dolog. Az én nagymamám, aki akkor ment el közülünk, mikor 14 éves voltam, édesanyám most már 83, tehát őtőle még hallottam ugye a háborús történetek, meg hogyan zajlottak, hogy nem lenne képes egy nő ma arra, hogy úgy gondolom, hogy 10 gyereket egyedül zokszó nélkül felneveljen, tehát amilyen munkával ez jár, nem lenne képes elfogadni azt, hogy a 10-ből 5 gyereke egy éves kor alatt eltávozik a családból az adott körülmények miatt, és hát nincs tudás. Igen, emlegethetünk akár praktikus dolgokat, mosás és egyéb kemény fizikai munka. Azok kemény fizikai munkák, a gyerekek férjelvesztése, ez egy komoly lelki teher, és hát szellemileg sem vagyunk ott, tehát nem, nagyon nehéz lenne, lehet, hogy meg lehet csinálni, de én úgy gondolom, hogy ez nem. Mindenféleképpen jó az, aki erre rááll, és akár segítséget kér olyanoktól, akik már több éve űzik ezt, és benne van, mert hogy azt hiszem, ez a fajta tapasztalatcsere nagyon hasznos, és senki nem zárkózna el. Zsolt és Meli, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és elhoztátok a ti világotokat ide. Köszönjük mi is a lehetőséget.